Mozog és forrong az egész művészvilág. Egy egész évszázadnak meddőségét és ürességét kell pótolni. Európa szerte új művészeti mozgalom születik. Kivonul, elszakad a jelentől, egy modernebb, szabadon áramló lendület veszi kezdetét. Gondolkodásmódja gyorsan terjed, és meghatározóvá válik Közép- és Kelet-Európában is. A szecesszió korstílus egyszerre hat az építészetre, a képző- és iparművészetre, az irodalomra. A monarchiának a szecessziója talán azt is jelzi, hogy ebben az időszakban az ország, ez a régió, ez hihetetlen prosperáló régió volt. Tehát létre tudtak hozni magas minőségen épületeket, tárgyakat, és egy teljes összhangban volt az ember a saját korával. Ezek korszakjelzők is, tehát mindenki, aki ránéz egy szecessziós tárgyra, rögtön be tudja határolni. A szecesszió szinte visszatér a középkori céhes hagyományokhoz. A gazdasági stabilitás kedvez az új irányzatnak a térségben. Ennek köszönhető, hogy a kreatív és sokszor páratlan elmék alkotásaiban ma is gyönyörködhetünk. Lépten nyomon érezhető a szecesszió mestereinek hitvallása. A formanyelv újszerűsége miatt a 21. század emberét is megszólítja. Olyan korstílusról beszélünk, amit összművészetnek nevezünk. Az építészek nem csak az épület tervezését és kivitelezését végzik a legnagyobb gondossággal, hanem a nyílászárókról a kályha csempékig minden használati tárgyat alaposan megterveznek. A szecessziós stílust Európa különböző területein más és más névvel illették. Még az osztrák-magyar monarchiában a szecesszión és Jugend stíl szót alkalmazzák, addig Franciaországban és Belgiumban Art Nouveau, Nagy-Britanniában a Modern Style, Németországban Jugendstil, Spanyolországban Arte Hoven vagy Arte Modernismo, Olaszországban Stile Florale vagy Stile Inglese elnevezés terjed el. A bécsi szecesszió az akadémista, historizáló művészetnek a fiatal, modern alkotók Gustav Klimt, Josef Hoffmann, Josef Maria Olbrich, Koloman Mózer általi revíziója. 1897-ben Bécsben 49 művész látványosan kivonul a városi művészeti központból, a Künstler Hausból, hogy tiltakozzon és egy új művészetet teremtsen. Lázadásuk sikert arat, és az új impulzusok kiáramolnak és hatással vannak a környező országok modern kori művészetére. That historicism was regarded as a dead end. A historicizmus és akadémizmus, mint művészeti stílus áramlat zsákutcának bizonyul. Felvetődött a kérdés, milyen legyen a kortárs művészeti irány, ami megfelel a jelenkor igényeinek, akár az építőiparban az acél és beton szerkezeteknél, a technikai újításoknál, az ipari gépeknél. Steam machines and also the technical possibility of steel constructions, also concrete started to be important, and what is the appropriate style supposed to be. So yeah, this was the way it developed. A lélekben örök ifjú Otto Wagner építész képes alkalmazni egy teljesen újfajta gondolkodásmódot. Mindig bevonja tanítványait saját tervezéseibe. A karizmatikus egyéniséggel együttműködő fiatalság tele van friss és új ötletekkel. Így válnak a bécsi szecesszió képviselőivé. That he himself was influenced by
Josef Hoffmann and Olbrich, who are two of his most famous students. Otto Wagner, a nagyvárosi polgár új létszükségleteit veszi alapul tervei elkészítése során, a historicizmussal szemben a szecesszió felé fordul. Egyik legfontosabb példaértékű épülete az 1899-ben elkészült Majolika ház. Az indás virágmotívumok szinte kitörnek a falból, amelyek megállíthatatlan lendülettel, szabad áramlással betöltik az egész homlokzatot. A falakat tudatosan kétdimenziós felületként használják. Előre megfestik a homlokzatot, és ezután vágják ki az ablakokat. Wagner nagyon szeret kerámiával, kővel dolgozni. Alkotásai látszik a józanság, az észszerű tervezés, ezáltal sok különböző aspektus fedezhető fel munkáiban. Otto Wagner 70 fős tervező csapatával, köztük Josef Maria Olbichal és Josef Hoffmannal 1894-ben kezdik megrajzolni a Bécsi Városi Vasút szecessziós állomás épületeit, hídjait. Ezek ma is meghatározzák Bécs modern arculatát. A Bécsi Vasút számtalan szecessziós kapun halad át. Ezeket az 1960-as években le akarják bontani. Helmut Zilk polgármester vezetésével tucatnyi építész tüntet megtartásuk mellett hangsúlyozva, Otto Wagner műalkotása nem semmisíthető meg. Mégis néhányat lerombolnak. A városi parkban a Wien folyó szabályozásának szecessziós emlékei Friedrich Oman és Josef Hackhoffer építményei között sétálhatunk. Ilyen a Wien folyó kapuja, vagy a szabályozott folyó mentén kialakított sétány szobrai, pavilonjai. Külön érdekesség az 1913-ban épült szecessziós meteorológiai mérőállomás. A Városi Park mellett található Bécsi Iparművészeti Múzeum kiállításán megtekinthető a szecessziós formavilág sokszínű arca. Tonet bútorai, Josef Hoffmann és Koloman Mózer műhelyéből hullámos vonalvezetési üveg, porcelán és ezüst tárgyai. Csodálhatjuk Gustav Klimt terveit, amelyet a brüsszeli Palais Stochlet frizéhez készített. A Wien folyó mentén 1909-ben a múzeum bővítésekor épített toldaléképület előtere, lépcsőháza és emeleti előadóterme a bécsi szecesszió letisztult stílusjegyeit tükrözi. A bécsi embereket lenyűgözi az Olbrich által tervezett szecessziós palota látványa. Az épületet fantasztikus floreális kupola, hihetetlen invenciózus új építészeti megoldások jellemzi. Belül megcsodálható Gustav Klimt világhírű Beethoven frízalkotása. Ez a modern művészeti központ egyfajta katalizátor, és a körülötte kialakult bécsi alkotókörével óriási hatást gyakorol a közép-európai országok művészetére. A kiállító térként látogatható szecessziós palotához hasonlóan eredeti funkciójában bankként működik több mint 100 éve a posta takarékpénztár épülete is. Homlokzata a hangsúlyos alumínium kupakokkal díszített, vas szegecsekkel felerősített fehér márványhéj, a talpazat gránitja, a vízszintes tagolás masszív, zárt formát hoz létre, mintha csak egy pénzes ládát vizualizálnánk. A díszítés szimbolikája így tökéletesen illeszkedik a tartalomhoz és a funkcióhoz. A posta takarékpénztár épülete megalkuvás nem ismerő, modern, praktikus. Átfogó, kreatív radikalizmusa utat mutat a modernizmusnak. Az 1904 és 1907 között Otto Wagner által tervezett Szent Leopold temploma minden formai szabállyal szembe megy. A Bécsi Pszichiátriai Intézet a Steinhof Gründén magasodik a város fölé, aranyozott cserepekkel fedett csillogó kupolájával.
falát vas szegecsekkel rögzített fehér márványlapok borítják. Koloman Mózer színes üvegablakai, Otmar Simkovics bronz szobrai harmonizálnak az oltárokkal, a liturgikus tárgyakkal. Ez a legújabb speciális modern bécsi stílus, a szecesszió, az építészetből kiindulva már teljesen áthatotta a festészetet, az iparművészetet és olyan fényes művészi eredményeket ért el, hogy ma már az egész világ elismeri. A berlini, párizsi, bécsi műhelyekből hazatérő építészek Lechner Ödön, Kós Károly, Komor Marcell, Jakab Dezső, Vágó József, Vágó László, Reichl J. Ferenc, Magyar Ede és követői a szecesszió stílusvilágot összefonják a szülőföld motívumrendszerével, mert szakítani akarnak az európai és főleg a német befolyással. Az Iparművészeti Múzeum 1897-ben megnyitja kapuit. A tervezők, Lechner Ödön és Pártos Gyula külsőleg is kifejezik az intézet célját. Keleti formákat, kerek és csipkés boltíveket, valamint magyar díszítéseket, hímzés motívumokat használnak. Budapest szecessziós építészetének markáns ívét Lechner Ödön adja meg, aki a népi iparművészet, azon belül is a hagyományos fazekas ipar kapcsán kezd el az épületburkoló színes kerámiákkal foglalkozni. A pécsi zsolnai porcelángyárral együttműködve a magyar szecesszió egyedi hangulatú vonulatát hozza létre. Lechner a Földtani Intézet épületére szóló pályamunkáját már az Iparművészeti Múzeum formabontó épületét ért kritikák ismeretében nyújtja be. Jóval visszafogottabb motívumokat használ a tervezésnél, de a kivitelezésnél Lechner már szabadjára engedi alkotói törekvéseit, és az építkezés során sok helyen változtat. A postatakarék pénztár, ahol rátalál arra az egyéni formanyelvre, és itt már megjelennek olyan elemek, amelyen ezek a népművészeti motívumok, itt elsősorban növényi ornamentikaként jelenik meg a homlokzaton, és aztán utána viszi tovább a különböző épületeire. Lechner épülete Otto Wagner bécsi postatakarékjával közel egy időben, 1900-ban épült. A maga módján mindkettő újító szellemű épület. A postatakarékot borító díszes tetőkerámiák is a korábbi Lechner épületek tetődíszeinek mozgalmasságát mutatják. A homlokzaton és a tetőn a szorgos gyűjtögető munkát jelképező méhek, méhkaptárok utalnak az épület funkciójára. A bikafejek a Nagy Szent Miklósi kincs darabjainak transformációi. A Vakok Országos Nevelő és Tanintézete magyaros szecesszió stílusban 1899 és 1904 között épült Baumgartner Sándor és Herceg Zsigmond a kor jeles műépítészeti tervei alapján. A kakasfejes korlátok és a nádorterem festett ablakai, csillárjai meseszerű ábrándozásra csalogatják a nézőt. A Budapesti Zeneakadémia építészettörténetileg igazi ritkaság. Kevés ilyen gazdagon díszített és a zenének szentelt épület maradt fenn a múlt századforduló idejéből. A historizmus és a szecesszió keveredik. Sajátos stílus mixtúraként a homlokzaton kerámia helyett főleg követ használó tervek alapján épül meg a Zeneakadémia 1904 és 1907 között.
Az asszír vagy az egyiptomi építészetből kölcsönzött elemek ugyanakkor minden tiltás ellenére Lechner filozófiájával rokonítják Korb és Gérgül gondolkodás módját, akik épp a közel-keletig mennek ihletért. Ugyancsak saját korukra val, hogy bevetik az akkori Magyarországon kevéssé ismert vasbetont is. A rendszert Franciaországból importáló mérnök Zsielinszky Szilárd úttörő és bravúros vasbeton szerkezeteket alkot. A Zeneakadémián akkor legjobb iparosai és művészei dolgoznak, úgy mint Rót Miksa, Zsolnai Vilmos, Maróti Géza vagy Kőrösfői Krés Aladár. A belső tervek ornamentikája, bár merít antik és reneszánsz előképekből is, alapvetően az osztrák szecesszió hatását mutatja. A magyar építészek Otto Wagnerhez hasonlóan kutatóként igyekszenek megközelíteni a szecessziót, amely a formaadásnak nagy, gyakran szélsőséges szabadságot biztosít. Tovább gondolják az európai szecessziós stílusjegyeket, és a villák, bérházak, középületek, templomok ennek tükrében épülnek. A szecesszió különleges élettere a fővárosi állat- és növénykert, amely Kós Károly és Zrumecki Dezső tervei alapján készül. Az épületek többsége a fatornyos erdélyi népi építészet világát, különösen a kalotaszegre jellemző formakincset idézi. Magyarország egyik legnépszerűbb látványosságának számít. A tervezők arra törekednek, hogy az állatok saját származási területére jellemző motívumvilágot alkalmazzanak az épületeken. Az Elefántház Neuschloss Kornél műépítész 1912-es alkotása, keleties pompájával az egyik legimpozánsabb épület az állatkertben. A magyar nemzeti stílus igenis megvan a magyar népnél. Bámulatosan kifejlődött és meghatóan konzerválódott-e formanyelv mind a mai napig. Szlovéniában az Art Nouveau az április 14-i földrengést követő rekonstrukció után terjedt el. Sok épület, főként a város központjában, romba dőlt. A földrengés örökre megváltoztatta Ljubljana látképét. A katasztrófa lehetővé tette a város polgármesterének, Ivan Hribárnak, hogy szlovén nemzeti jelleget tükröző nagyvárossá alakítsa Ljubljanát. Hribár a tervezéssel Max Fabianit bízta meg. Az építész egy évvel korábban közreműködött Otto Wagner megbízásából a bécsi szecessziós városi vasút kialakításán. Bejáratos volt a császári udvarba is, mivel a trónörökös Ferenc Ferdinánd művészettörténeti tanácsadója volt. Fabiani új alapokra helyezte Ljubljana város rendezési tervét. A földrengést követő 15 évben több mint 400 új épületet emeltek és felújítottak, a legtöbbet Art Nouveau stílusban. Mindez meghatározza a mai Ljubljana varázsát. Max Fabiani megtervezte a szlovén nemzeti öntudat szimbolikus terét, a Miklosics parkot 1900-ban. Karakteres terveivel megadja a park és környezete szecessziós arculatát. A parkot csaknem teljes egészében szecessziós stílusú épületekkel vették körbe, amelyek 1900 és 1907 között épültek, ez Ljubljana legszebb szecessziós egysége. A jómódú helyi, főként szlovén lakosok építették a szecessziós épületeket. A
A CRISPR ház volt az első, amely Fabiani tervei alapján épült, és példaként szolgált a teret körülvevő többi épület számára. A térkörüli házakat a szecessziós építészeti megoldások sok színűsége jellemzi, mint a növényi vagy geometrikus mintákra építő hullámzó ornamentika. A szlovén szecesszió másik jelentős mestere, Cyril Metód Koch, akinek szaktudása ma is visszaköszön a modern Ljubljana milliójében. Az egyik legérdekesebb épülete a Hauptmann ház, amelyet 1904-es felújítása után szecesszió stílusban adtak át. A homlokzat visszafogott díszítése, vakolt sík felületei jelzik, hogy a szlovén fővárosnak leginkább a császárvárossal volt szellemi kapcsolata. Josip Vancsász tervei alapján 1907-ben elkészült a Néphitelbank impozáns épület tömbje. Szimmetrikus indás motívumok ütemesen váltakoznak a falakon. A finoman visszafogott homlokzati elemek ellenpontja az oromzat figurális szobor díszítése. A belvárosban egymást érik az elegáns, modern épületek, amelyek meghatározzák az utcaképet. Páratlan látvány a Josip Vancsász tervei alapján 1905-ben elkészült Hotel Union. A több mint 100 éves szálloda az egyik leghatalmasabb méretű épülettömb Ljubljana belvárosában. Már az elhelyezése is szimbolikus. Azon a ponton áll, ahol a barokk város átadja helyét a szecessziós városmagnak. Tető szerkezetének bonyolult vasváza a modern építészet fontos emléke. A sarok rizalit fölött az elegáns kupola messziről hívogatja vendégeit. Többek között Orson Welles, a Dalai Láma és II. Erzsébet angol királynő is gyönyörködött a Hotel Union ablakából a főtér szépségében. A kor milliójét idézi a sárkányos hír is, amelynek szecessziós alakjai őrzői a középkori városmagnak. Az egyedi vasbeton szerkezeten ma is olvasható Ferenc József császár Viribus Unitis uralkodói jelmondata, mely a híd 1901-es avatása óta szüntelenül utal a birodalom népei közötti összefogásra. A bécsi szecesszió megszületése után 1898-ban Horvátországban a helyi alkotók átveszik a stílus irányzatot. A Zágrábi Művészeti Társaságból kivált Horvát Művészek Társasága a historizmussal szemben kívánja érvényesíteni a modern szemléletet. Nélkülözhetetlen szerepet játszik a nemzeti identitás alakításában, melyre a szecesszió is felelni kíván. A csoportosulás élére az a Vlaho Bukovac festőművész áll, akit a korabeli újságok eleven, friss, erőtől duzzadó egyéniségként jellemeznek. Az Art Nouveau kiemelkedően fontos a horvát történelemben, mivel nem csak az akkori kortárs művészeteket befolyásolja, hanem a társadalomban is meghatározó a szerepe, így lépést tart az akkori Európával. A művészek vezető egyénisége, katalizátora, Vlaho Bukovac, egy másik fontos festő, Béla Csíkos Szesszia, aki Münchenben tanult, ahol megismerkedett Franz Stuckkal, a Jugendstil egyik képviselőjével, és az új forma elemeket hazahozza Zágrábba.
Építészetileg az Art Nouveau nem csak az épületek külalakját változtatja meg, hanem magát a tervezést is. The style of the embellishment of the edifice buildings and so on, but also changed. Sokkal modernebb lesz, mint a neoklasszikus stílus. Nem csupán művészetileg hoz változást, de technológiailag is új kihívások előtt áll. Az acélból készült elemek elérhetővé válnak. A vasbeton és az előre gyártott elemek megkönnyítik az építkezést. Egyik legismertebb Art Nouveau épület Zágrábban a horvát állami levéltár. Belső építészete gazdagon díszített. Az üveg, a fém, a fa és a kő szimmetrizáló fantázia játéka. A négy égtáj felé néző baglyok őrzői a mesteremberek hagyatékának. A horvát Art Nouveau kiemelkedő épületének homlokzata visszafogott, geometrizáló elemei a korai bécsi szecesszió, illetve a németországi Jugendstil formaelveit idézik fel. A Bastl által tervezett 1904-ben épült Kallinna ház különösen érdekes. Jól jelzi, hogy Zágrábban is megfigyelhető a bécsi stílus hatása, ami azért sem meglepő, mert az építész maga is Bécsben az Akadémie der Bildenden Künsten tanult. A ház egyértelmű kapcsolatot mutat Wagner Majolika házával. Díszítés módja, a homlokzat mázas, kerámia alapos borítása, a sarokrizaliton elhelyezett dekoratív virágminták is a bécsi szecesszió irányába mutatnak. Az Art Nouveau művészetileg igen rövid időszak, a nem egészen két évtized teljesen megváltoztatja Horvátország vizuális látképét, ami a mai napig igen meghatározó hatású. Bérházak, paloták, közintézetek sora épültek, felvették a stílusjegyeket az új kor szellem követésével. A Zágrábi Iparművészeti Múzeum Art Nouveau kiállításain, emlékezve a mesteremberekre, számos használati tárgyban gyönyörködhetünk. A stílus jelen volt és lenyomatot hagyott a bútoriparban, a mindennapi használati tárgyakban, a ruházatban egyaránt. A szecesszió határtalansága az egyes régiók sajátosságaival keveredik. Ennek a különleges példája Magyarország egyik legszebb szecessziós épülete, a szegedi Rök palota. Rök Iván, a palota tulajdonosa, aki Munkácsi Mihály unokaöccse, rendszeres vendég a világhírű festőművész párizsi otthonában. Fogékony az új stílusra, az Art Nouveau-ra,
ami meghatározó a bérpalota építészeti megalkotásában. Tervezőjét, magyar Edét részben a bécsi Majolika ház, a zágrábi Kallinna ház, de a növények megformálásának módjában a francia és belga iskola is inspirálja. Az épület homlokzatán, a lépcsőházban búrjánzik a növényi ornamentika. Viktor Horta Tassel házának hangulatát idézi. A megjelenő motívumok, így a vízililiomok is a Szeged történetét teljesen átszövő Tisza folyóra utalnak. Az éles vonalakat elkerüli, hullámos és gyűrött falfelületeket alkalmaz a tervező. Magyar Ede a homlokzati felületeket vízszintes és függőleges irányban plasztikus szobrászati eszközökkel alakítja ki. A nyitott és zárt erkélyeket rendhagyó módon építik. A nő, a femme fatale, tehát a végzett asszonya, az egyébként is a századforduló és a szecessziónak az egyik kedvelt toposza volt. Eredetileg a rögpalotán is voltak állítólag szekkó, tehát falfestményként különböző vízi tündérek és najádok az eredeti homlokzaton, de ezt még a Rög család hölgy tagjai lefestették, még a század elején állítólag nem tetszett nekik, és akkor ezek elkerültek erről az épületről, de valóban Magyar Ede építészetére ez jellemző volt. A szegedi Sétáló utca szecessziós remeke az Ungármájer palota. Magyar Ede díszes oromfalakat, hagymakupolás tornyocskákat, hajóordíszeket, kovácsolt vaskorlátokat, erkélyeket és még csillagvizsgálót is tervez a sarki épületre. A földszint vasbeton szerkezetű üzlet helyiségének mennyezetét festett stukkó díszek borítják. Az épület legszebb részét, a hatalmas, kupolaszerű saroktornyot, lágyan ívelő felületekből komponált öt bádoglemezből készített leányalak öleli körül. A kecses női alakok még ma is ott rejtőznek a Goldschmidt ház kapu aljában. A tiszaparti város másik jelentős tervezője az a Reichelje Ferenc, aki a Lechneri utat járva az ornamentika terén bőségesen merített a népművészeti motívum kincsből. Legfontosabb szegedi szecessziós épülete a Gróf palota. A homlokzaton látható aranymozaik népies szűrmotívumokat idéző pazarsága, kiegészülve a domborművek magyaros stílusú növényi motívumaival, fényűzően keleties pompát kölcsönöz az épületnek. Reichelje Ferenc saját házának homlokzatait balkonok, zárt erkélyek tagolják, magyaros jellegű zsolnai kerámiával díszítve. Szegeden több szecessziós épület csodán figyelhető meg a népművészetből kiinduló lechneri stílus jegyek. A Tömörkény István Gimnázium és Szakközépiskola falán a téglaburkolatok indásan elágazó vízszintes és függőleges szalagjai ütemes ritmusban váltakoznak a szabadon hagyott, finomívű, szegélyes díszítésekkel, a kék színű virágmotívumokkal, ékes vakolattükrökkel. A Móricz ház homlokzatát a juhászok subáját idéző díszítéssel látták el. A Deutsch palotát lenyűgöző harmóniába rendezve tagolják a mértéktartóan stilizált virágmotívumok, a pásztorfaragások formai megoldásaival finoman díszített ablaknyílások. Az épület előtt álló Margó Ede tervezte Dankó Pista nóta szerző márvány szobrán a szecesszió ízlésvilágát a földre hajló vadrózsák finom részleteiben fedezhetjük fel. A palotasar egyik különlegessége a Beregi ház, amely az észak-német Jugendstil jellegzetességeit ötvözi a magyar népművészet elemeivel. Az alkotó Kótai Pál stílus érzékét dicsérik a kovácsolt vas elemek és a saroktorony alján a szép rajzolatú díszítő motívumok. A Márer ház homlokzatának játékossága, bohókás mozgalmassága, aszimmetriája miatt a geometrikus szecesszió különös hangulatú példája. Elkalandozhat tekintetünk az épület robosztus formáin, a hengeres zárt erkélyein, az oszlopokkal tagolt lodzsás rizalitokon, a bástyaszerű saroktornyon.
A szecesszió a szakrális építészetben is megjelenik, karöltve a korábbi korok építészeti stílus elemeivel. Ennek egyik példája a Szegedi zsinagóga, amelyet Baumhorn Lipót tervez. Az 1902-ben elkészült épület a világon a negyedik legnagyobb zsinagóga. Ő tervezi Szeged főterén a Vasalóházat és a szegedcsongrádi takarékpénztárat. Mindkettőn felfedezhetők a szecesszió és az eklektika jegyei. Baumhorn Lipót rájellemző módon a korszak többféle stílusának engedt teret az épületek részleteiben. Az öreg hölgyként emlegetett víztorony a legkorábbi magyar vasbeton szerkezetű ipari műemlék, amelyet Zsielinszky Szilárd tervezett. A szecesszió geometrikus irányzatának jegyei adnak különleges megjelenést a ma is működő építménynek. Egyszerű, ötletes, puritán dísztelenségével a mérnöki lelemény mintaképe. Szabadkám, a gazdasági fejlődés szintén kaput nyit a modern művészeti irányzatnak. Az 1892-1893 között épült Leovics palota mutat új irányt a környező, gazdag díszítésű, eklektikus épületekkel ellentétben álló egyszerű megjelenésével. E palotával Lechner Ödön és Pártos Gyula építészpáros elsőként hozza el Szabadkára a szecesszió stílust. A városközpont felé haladva megcsodálhatjuk az egyik legfantáziadúsabb helyi építész, Reichl J. Ferenc 1903 és 1905 között épült palotáit, amelyek egyszerre misztikusak és poétikusak. A tulipán és szív alakú forma, amely az épület különböző pontjai jelenik meg, sajátos népies ízt kölcsönöz a Reichl palotának. Az épület középső részét nagyméretű, ívelt kialakítású fülke uralja, amelyet zsolnai kerámiába foglalt kalotaszegi motívumok ékesítenek. A homlokzatból kiugró zárterkélyek, a zsolnai oszlopok és a teraszok növényi motívumokkal ékes kovácsolt vaskorlátjainak fonódása, a fülke falát borító muránói üvegmozaik csillogása, pazar együttes. A Reichl-féle házak közvetlen szomszédságába található az 1910-ben épült Sonnenberg palota, amelynek kötött, egyenes vonalú díszítményei és virágos motívumai szabályos geometriai alakzatokba rendeződnek. A korzón 1907-ben kezdték építeni Jakab Dezső és Komor Marcell budapesti építészek tervei alapján az új, minden részletében pompás Szabadka vidéki kereskedelmi bankot és lakóházat. A kivitelező Macskovics Titus szabadkai építész. Az épület stílusa a szecesszió magyaros változata. A sarki rizalit hangsúlyozását kolostorboltozatra emlékeztető félkupola fedéssel érték el. A homlokzatok aszimmetrikus hatását két emeleti erkély biztosítja, melyek a tetővonalában szecessziós, virágdíszes, sárga, kék tónusú zsolnai pirogránit pártázattal végződnek. Homlokzati díszítőelemként színes kerámia és rózsaszín kő díszítőszobrász munka versenyez egymással. Pénzintézetekre jellemző jelképrendszert, például mékast, mókust
és magyaros népi motívumokat, pávadíszt, szőlőindát váltogatva használnak. A korzó felüli lakóbejárót is díszesen képezték ki, életfát ábrázoló kőoszlopokkal szegélyezett, és a fal síkjából kikönyöklő női alakokkal koronázva. A lábazat rózsaszín, siklósi márványból készült. A kétemeletes városi bérpalota Vadászpál tervezésében a bécsi szecesszió szellemében fogant 1913-ban. Az épület leghangsúlyosabb része a kerek saroktorony csúcsos részbádok sisakkal. A lépcsőházban található Szabadka legrégebbi és leggyönyörűbb szecessziós személyfelvonója. A korlátokat, ajtókat és a fali kerámiákat szigorú, nemesen egyszerű geometriai alakzatok és indás, tulipános motívumok felváltva díszítik. A városi öntudat közösségszellem szimbólumává a Lechner tanítványok Komor Marcell és Jakab Dezső által 1908-ban tervezett városháza válik. Méretei is lenyűgözőek. 4 átrium, díszes kapuzatok, látványos attikák, szobrok és domborművek sokasága gazdagítja megjelenését. Egyedülálló jelenség a színes zsolnai cserepek játékával, hangsúlyos tetőivel és a kőszalaggal körbefont masszív, földszinti övvel. Külső díszítő elemei közé sorolhatjuk a márványból faragott épületszobrászati alkotásokat, valamint a kovácsolt vasból készített remek műveket. Komor és Jakab nagyon sok magyar népművészeti elemet használt a szabadkai városházánál, főleg kalocsai és matyó motívumokat. Ezeket a díszítéseket vitték be a falfestésbe, a díszterem menyezetére, az előterekbe, a mellék tárgyaló terekbe, úgyhogy a szabadkai városháza valóban a magyar szecesszió egy kiemelkedő példája. Az épület belső hangulatát az eozimmázas zsolnai kerámia díszek, a szebbnél szebb fafaragványok, a rótmiksa műhelyében készült üvegfestmények, valamint a díszes falfestés határozza meg, amely az erdélyi népi építészetből nyer ihletet. A város sziluettjében felkiáltó jelként magasodó 76 méter magas tornya uralja a városképet. Gyönyörködve a panorámában, a zsinagóga kupolái kiemelkednek. Építészetileg korszakalkotó és egyedi alkotásnak számít az 1900 és 1903 között emelt épület. Külső palástjának kidolgozására a zöld, okker és kék mázas hótfarkú cserepek, a terrakotta homlokzat díszítő elemek, a vörös téglás borítás és a színpompás vitrázsok jellemzőek. Építészeti nyelvezete minden részletében jelképeken keresztül kíván üzenni. A belső tér, a karcsú oszlopok, pilaszterek, a galéria melvédjén végigfutó floreális gipszrelief díszítés, valamint a falfelületek magyaros népi motívumokkal borított falfestése által ornamenseivel, színvilágával az édenkert vidámságát, életörömét kívánja megidézni. A zsinagógával szemben áll a vágó testvérek 1906-ban tervezte Dömötör palota. Újszerű geometrikus szecesszió stílusa irányadó lesz egyes helyi építészek számára. Az íves zárterkélyek, a keskeny lőrésszerű ablakok, a szív alakú vagy madárforma díszítmények, a felső szint jellegzetes háromosztatú ablakai az építész testvérpár leggyakrabban alkalmazott építészeti elemei. E motívumok szellemes kombinációja révén a palota homlokzatán a vertikális hangsúlyok érvényesülnek. Üde színfoltja a szabadkai térségnek az 1908 és 1912 között kialakított Palicsi Park, ahol több szecessziós épület között sétálhatunk. A fő sétány díszkapuja egykor víztorony funkciót is betöltött. Díszítésének megtervezésében folklórelemek, csipke és hímzés motívumok inspirálták a két tervezőt, Komor Marcellt
és Jakab Dezsőt. A tópartra érve a Vigadó, a Női Fürdő, az Emlékkút és a Zenepavilon között sétálhatunk. Minden épületen a szecesszió Erdély irányzata érezhető. Jellemző a faragott épületfa domináns használata a szerkezetekben és az exteriőrökön, valamint a színezett népi növényi motívumok díszítésként való alkalmazása. Szecessziós életérzés ma is érezhető Nagyváradon. Köszönhető ez a helyi vezető polgárság gazdasági helyzetének, így Nagyváradon a közép-európai régió egyik jellegzetes szecessziós belváros képe alakult ki. A Fekete-sas palota a város leglátványosabb szecessziós épületkomplexuma. A Komor Marcell és Jakab Dezső tervei alapján 1990-ben megépült palota üvegtetejű passzázsai az európai igazodás példái, gondoljunk csak Párizs, London, Milánó, vagy éppen Budapest hasonló bevásárló utcáira. A legpompásabb belsőket, a közfunkciókat ellátó termei kapták. A szálloda, a vendéglő, az előadótermek és a két vigadó gazdagon díszítettek. Motívumtáruk népies ízű növényi, valamint zoomorf elemeket tartalmaz. A Fekete-sas palota szomszédságában áll a Vágó testvérek kifinomult, klasszikus arányú alkotása, a Moskovics Adolf és fia palota. Dekorációja a bécsi geometrikus stílust képviseli, rigorózus tervezés jellemzi. A főhomlokzatot erőteljesen szakaszolják a lekerekített sarkú, téglalap alakú ablakok. A homlokzat fő díszítő elemei a sárgára és zöldre festett kerámia alapok, valamint graffittók. Az impozáns, eklektikus cionneológ zsinagóga felújításakor a szecessziós jegyek is előtérbe kerülnek. A belső vaskorlát indás virágmintás vonalvezetése és a falfestés is ezt tükrözi. Átsétálva a Sebeskőrös hídján, a vaskorlátok a német, geometrikus Jugendstil jegyeit viselik. Túl a folyón szembe tűnnek a Pojnárház virágmintás tukkói. 1907-ben épült Staril Ferenc remek műve. Tökéletesen szimmetrikus homlokzatain, az ablakkereteken és a párkányzaton színes kerámia díszek, indás díszítő elemek láthatók. Az Állami Színház épületén keverednek a korstílusok. Fellelhetők a szecessziós ornamentikájú díszítő elemek. A színház melletti Adorján házak Komor Marcell és Jakab Dezső első munkái. Zömmel népművészeti ihletésű elemekkel ötvözik a szecesszió stílust. A Darvas Láros villa méltán tekinthető a legeredetibb szecesszió stílusú nagyváradi magánháznak, egy európai színvonalú, századfordulós épületnek. Un stil geometric, un stil purist, un stil
Ez a geometrikus, kifinomultabb stílus jellemzi a vágó testvérek építészeti munkáját. A Vágó József és Vágó László tervezte palotákon és házakon. Ilyen általuk tervezett ház a Darvas La Roche Villa élvezett nézni, vezeti a tekintetet. A kiállítás építészeti műkincs, amiben, ha az ember belép, Bécsben érzi magát. A sétáló utcán haladva a Moskovics Miska palota kéksége lenyűgöző. Az épület újabb bizonyítéka annak, hogy ifjabb Rimanóczi Kálmán tervező különösen kedveli a német eredetű müncheni szecessziót, az úgynevezett Lilienstilt. A palotában Nagyváradon először előregyártott elemeket, fémszálakkal megerősített cementlapokat is használnak. Gazdag növényi szimbolikus díszítés ékesíti, tökéletes ívek és jól kidolgozott szecessziós kovácsoltvas díszítmények jellemzik. Növényi elemek, hosszú szárú virágok, ívelt vonalak dominálnak. Az utca másik oldalán a Stern palota két utcára néző homlokzata a szimmetria szabályait követi. Ifjabb Rimanóczi Kálmán és Rendes Vilmos az épületet gazdagon díszítette. Dominálnak a sgrafittonszerűen többszínű tulipános, pávaszemes motívumok. Ullmann Sándor, Löbl Ferenc építész tervei alapján épült az Ullmann palota, amelyen a zsidó vallásra jellemző motívumok jelennek meg. A menórát két oroszlán őrzi, emellett számtalan virág és geometriai elemet alkalmaznak. Földszintjét zöldes-kék fajanszborítás fedi. A manzárdrész ablakai és ajtói félkörívesek, a homlokzat trapéz alakú tetőtérben végződik. Utazásunk végén értjük meg igazán a szecesszió szabadságát. Ezt képezik le Bécs, Budapest, Ljubljana, Zágráb, Szeged, Szabadka és Nagyvárad szecessziós csodái is. A formavilága valódi kifejező eszköz, ami a mában is érvényesül, egyszerre életszerű és különleges. Stílusjegyeket kínál, energiával tölti fel a rácsodálkozót. Nincs jobb érzés annál, mintha mindezt személyesen tapasztalja meg az ember. A projekt a Duna transznacionális programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.